Bibó Társaság legutóbbi közgyűlésén elnökévé választotta Balázs Péter volt külügyminiszter és Európai Uniós biztost, akit büntetésből felkérek Látlelet Magyarországról című előadásának megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az évértékelők szezonja van. Körmönfont összeesküvéssel sikerült elérnünk, hogy egy nappal megelőztük Orbán Viktort. Véletlenek sorozata hozott ide minket a mai napon. Az összeesküvők önök, akik eljöttek meghallgatni, és Magyarország jó szándékú polgárai, akiket érdekel a köztársaság állapota. Én a Látlelet Magyarországról címet adtam a megszólalásomnak. Évértékelőt tartson az, aki politikai felelősséget visel, és számoljon el a tetteivel. Én egy látleletet szeretnék fölvenni. Látleletet akkor vesznek fel, ha valakit baleset vagy inzultus ért. És ennek hatását kell röviden, de pontosan diagnosztizálni. Most a magyar beteg jelentkezik vizsgálatra, látszik, hogy alaposan helyben hagyták. A tünet együttes súlyos, sok sérülése van, és tájékozódási és tudatzavart látható. Páciensünk 30 éve határozottan elindult valamerre, és egészen máshová érkezett. És ezt nem tudja feldolgozni. Nos, ennek okait vizsgáljuk belülről és kívülről. A belpolitikai vizsgálat a gazdaság, politika és a társadalom állapotára vonatkozóan emel ki néhány fontosnak vélt megállapodást. Kezdjük életünk anyagi feltételeivel. Az első tétel. 4% feletti a gazdasági növekedés, ami imponáló. De a magyarok ma jelentős külső forrásokból élnek és költenek. Ezek a folyamatok a saját erőnkből nem fenntarthatóak, ezért nem biztonságosak. A kilátások is borúsak, a növekedés lassulása következik. Az EU támogatások példátlanul sok erőt csatornáztak be a gazdaságba, a GDP 4-5%-ának megfelelő nagyságrendben. Ez átmenetileg felpumpálta az építőipar, tavaly 22%-kal nőtt, de alig hagyott nyomot a termelőszférában az innováció és a humán tőke minőségi javítása területén. A külföldön dolgozók hazautalt megtakarításai szintén gyarapítják a vásárlóerőt, nőttek a beruházások, tavaly 15%-kal, de jelentős részük ugyancsak külföldről érkezik. Különféle csatornákon folyik be a pénz, ám a csapok kezelői mindegyik esetben külföldön vannak. Több hazai tőkére és okosan befektető tőkésre lenne szükség. A kormány hizlalja az új tőkés osztályt, de a kiszemelt vállalkozók politikai, baráti, sőt családi kapcsolatok révén kerülnek be a nemzeti válogatottba. Itthon könnyített pályán nyerik a közpénzeket, de egy nemzetközi versenyen már a táv felénél kiesnének. A gazdaság dinamizmusát az exportra termelő multinacionális cégek adják, amelyek olcsó betanított munkásokat keresnek, hogy gyors profitot gyártsanak Európában. Határvidékén. Igényesebb termelési folyamatokat, kutatást, tervezést, marketinget ritkán telepítenek Magyarországra. Ők megalkusznak a hatalommal, üzleti érdekeik mentén, cserébe viszont valódi piaci jelzéseket küldenek. Túltáplált tőkés osztályunk hamarosan nehezebb időjárással találkozik. Külső források csökkenhetnek, az EU-nak kezd elege lenni az adományai eltérítéséből, a világgazdaság a lassulás jeleit mutatja, Kína már nem képes a korábbi szédítő növekedésre, 6% alá süllyedt a növekedés, az USA önmagát szigeteli el. Mi Európa részeként utazunk a hullámvasúton, de az EU is rendszerbeli kihívásokkal küzd. Hazai prognózisok a gazdaság lassulását jelzik jövőre, a GDP már csak 3,4%-kal nőhet, beruházás, építés lemehet 5%-os növekedésre. Már a kormány is meghúzta a vízharangot.
Második tételünk. Ma az uniós pénzek képezik azt a hatalmas koncot, amelyhez sokan a politika eszközeivel próbálnak hozzáférni. A könnyű pénz túlkínálata szétszilálta a felhasználási oldalt. Felzárkózási stratégia nélkül az EU alapok és mezőgazdasági támogatások a korrupció melegágyává váltak. A korrupciós rangsorban Magyarország az EU-lista legaljára csúszott, már Románia is megelőz, csupán Görögország és Bulgária helyzete rosszabb. Államilag vezényelt és legalizált korrupció történik, az egész rendszer testre szabott törvények segítségével kaparintja magához a közpénzeket, és osztja szét a hatalom birtokosai között. Ezt nevezik az állam elrablásának. A korrupt gyakorlat a közbeszerzési piacon keresztül terjed, és három ponton fosztja ki az országot. Először a megrendelések valódi verseny nélkül baráti cégekhez kerülnek, ugyanazok a nevek ismétlődnek országszerte. Másodszor a nyertesek nem elégednek meg a tisztes haszonnal, hanem arcátlan árdrágítással és minőségrontással növelik a nettó bevételüket. Harmadszor, és ez a legkártékonyabb az egészben, a jövő építési helyett könnyen és gyorsan megvalósítható projektek tolakodtak előre, a képzési, foglalkoztatási, fejlesztési feladatok helyébe díszkő, kilátó, szökőkút kerül, csupa nem produktív befektetés, fenntartásuk is közpénzeket emészt el, csak úgy, mint az eltérített adóbevételekből épülő futball és egyéb stadionoké. A korrupt gyakorlat tovább fertőz, a kiáró közvetítők csúszópénzt kérnek, 10-20%-ról hallani, de egy bírósági ügyben még 90% is előfordult. A külső források felhasználásához nemzeti konszenzussal alátámasztott gazdaság és társadalomfejlesztési stratégia kellene, ezzel eddig mindegyik kormányunk adós maradt. Így a pénzek jelentős része vált könnyű jövedelemmé, és tűnt el a gyors és mohó fogyasztás lefolyóin. Harmadik problémák. Legfőbb erőforrásunk a humán tőke lemorzsolódik, és veszít az értékéből. Aktív munkavállalók 100 000 szám hagyják el az országot. A munkaerő hiány az egyik fő akadálya új értékes befektetések fogadására. A humán erőforrás az oktatás, képezés neveli, az egészségügy tartja karban, és a gazdaság lendülete foglalkoztatja. Az oktatás és az egészségügy igen rossz állapotban van, a prociklikusan stimulált gazdaság pedig veszélyes kanyarba kerül. A munkaerő utánpótlás hosszú távon a népszaporulat eredménye, de rövid távon a nép mozgástól függ. Az utóbbi években, mint látjuk, meredeken emelkedik a nyugatra távozó zömmel fiatal munkavállalók száma. A becsült több mint félmilliós tömeg már háborús emberveszteségekhez mérhető, az 1956-os disszidálásoknak közel háromszoros. A frissen kivándoroltak a mai körülmények között nem fognak visszatérni. Honnan lesz utánpótlás? Itthon a lakosság viszonylag jól fogadja a szomszéd országokból érkező magyar és nem magyar munkavállalókat, sőt még a könnyen integrálódó kínaiakat is. Távolabbi vidékek színes szülötteivel nehezebben barátkozik. Még akkor is, ha értékes szaktudást hoznak magukkal és megtanulnak magyarul. A migránsokkal szembeni hetz kampány, akik egyébként utoljára 2015-ben voltak láthatóak, rontotta az esélyeit annak, hogy alkalmas feltételekkel friss munkaerő táplálja a magyar gazdaságot, segítsen eltartani a nyugdíjasokat és ápolni az időseket. A 3,7%-os munkanélküliségi mutató megtévesztő. A kormány kiengedi az országból az állást kereső dinamikus munkaerőt és vele értékes szakmákat, de hozzászámolja őket az itthon dolgozókhoz. A maradék egy része közfoglalkoztatáson tengődik 54 000 forintért havonta, így ki van feszítve a munkapiac, munkaerőpiac, marad a túlóráztatás. Negyedik tételünk, a magyar gazdaság EU tagként is az európai periféria felé sodródik.
az ipartelepítés és a foglalkoztatás igényszintje a periféria jegyeit hordozza. A kisodródás a fejlett világ szélére egyszerre történik itthon és külföldön. Idehaza a kevés saját értéket hordozó munka terjed, nyugaton pedig a magyarok nagy része a képzettsége és képességei alatti foglalkozásokban keresi meg a magasabb béreket. Miközben más nemzetgazdaságokat gyarapít. Itthon több értéket tudnának termelni, kevesebb pénzért. A választás az egyén szempontjából érthető, ő nyer, az ország és az itthon maradók veszítenek. Fő iparágunk a gépkocsi összeszerelés. Ez azonban többszörös kockázatot rejt. Ez az ágazat a konjunktúra romlásának egyik legelső áldozata, nem veszünk új kocsit. A gyártósorok könnyen leállíthatók vagy áttelepíthetők, a munkabérek nyomottak, a fejlesztés és értékesítés külföldi centrumokból történik. A termék maga is átalakul, jönnek a villanyautók és az önvezető járművek. Erre a helyzetre tett rá egy lapáttal a rabszolgatörvény. Magyarország ahelyett, hogy Európa centrumában követelne helyet magának, a perifériának is a legszélére sodródott. 1995-ben a térségben még a harmadik helyen álltunk, ma már csak Bulgária van mögöttünk, Románia utolért, Lengyelország és Szlovákia elhúzott mellettünk. Nézzük a politikai oldalt, a kormányzás minőségét. Magyarországon, Szalai Erzsébet szavaival, új félfeudális rend alakult ki, amely pénzek, piacok és privilégiumok elosztására épül. A túlkoncentrált politikai vezetés egybe mossa a hatalmi ágakat, miközben mindegyikük minősége romlik. A gúla csúcsán a korlátlan hatalmú vezető ül, a közvetlen és egyszemélyi irányítás a királyokra emlékeztet. A rendszer feltartói, az új politikai elit, erős idézőjelekben, az őt kiszolgáló állami hivatalok, a kliens burzsoázia, a nemzeti konzervatív technokrácia és a lakály média. A hatalom birtokosai ma nem az országépítés kihívásai foglalkoztatják, hanem a pozíciók megtartása lehetőleg mindörökre. Az újfajta autokráciában mindez törvényes keretek között zajlik. Vannak politikai pártok, vannak választások, csak hogy közelebb lépve kiderül, hogy a demokráciákra hasonlító, terepszínű álcázás sok-sok összefércelt hamisságból készült, hamis a választójogi törvény, ahol a szavazatok kisebbségéből parlamenti kétharmad születik. Hamis az örökös kampány üzemmódban járatott kormányzati önpropaganda, és így tovább. Európa legkisebb kormányának torz felépítése is a hatalomkoncentrációt tükrözi. Az ország összes ügyét ma 8 tárca kezeli, szakszerű kormányzáshoz ennek körülbelül a kétszeresére lenne szükség. Viszont a szuperminisztériumok csúcsain óriási és igen költséges vezetői tömeg tünetezik. Egy-egy miniszterre átlagosan 14 államtitkás helyettes államtitkár jut. A legnagyobb országok kormányára emlékeztet, nálunk legfeljebb a harmadik. A magyar nemzetvezető immár Várgány sasfészkéből nem csak a kormányt irányítja, hanem megszabja az országgyűlés napi rendjét, kijelöli az előterjesztőket, még azt is egyedül öldött jelöltjéből lesz köztársaságban. Minden szárnyelvével kézzel fogt össze, elmosodott a határ, a törvényhozó és a végrehajtó intézmények között bárhová költözzenek is. Az ügyészség és az országos bírói hivatal hatalmi elfoglalása után a kormány most a közigazgatási bíróságokkal akarja engedelmességre szoktatni az igazságszolgáltatást. A hatalom média monopóliumra tör, szócsövei hamis híreket terjeszt, amely nem csak manipulálja, hanem lebutítja a közmondatot. Megszűnt a Népszabadság, a Heti Válasz, HírTV, visszavett lett a kormány agitprop eszközévé, és legfeljebb a magyar nemzet bárány bőrébe a magyar idő. Bele,
A média túlnyomó része kormányzati kézben van. Ha a kormányfő nagyritkán szóba áll az előválogatott sajtóval, akkor szokott panelyeit puffogtatja, rutinosan nem válaszol arra, amit kérdeznek, vagy letagadja a tényeket. Ceremónia Budapesten, túlóra nem lesz, az államnak nincs közel a kormány közeli mozdulatáshoz. Tovább kérdezésre már nincs idő, a beosztottak pedig az előírt alapüzeneteket szajkozzák. Nem csak a média választéka szűkül, nemzetközi összehasonlításban a tartalom is szegényedik. A kormányzati csatornáknak jelszavakon kívül alig van közlendőjük, és általában is kevés fontos hírjut el a magyar olvasókhoz, nézőkhoz. A hivatalos kommunikációs sémák már a könyökünkön. Aki más mond, mint a kormány, ez téved, hogy hazudik, mert felkérem. A következő lépés rendszerint a kifelé mutogatás, erős utasításokkal, mások is ezt csinálják. Aztán kiderül, hogy nem ez, nem így, és főleg nem ilyen mértékben. Végül direkt támadják országot, és kezdődnek a delirikus látomások, mert bevándorlás pártja, ki akarja cserélni lakosságot, és Mátyásnak tudni a műezin, énekeljen soros utasítására a nemzetközi nagyvégek összeesküvését szervezik, és így tovább. A várnak baj veresztője, mégis sokat elviszik. Az ellenség figurákat, mint a legjobban megtudtuk, Finkelstein és Bimba tervezték magyar megrendelésre jövőből. A célzatosan válogatott képeken egzotikus külsejű virágok és egy nyilvánvalóan idegen színű spekuláns látható. Itthon szerkesztették hozzá harmadik a telepetlen és illegális Brüsszel, amelyet a hős Magyarország kellett megállítani. Ez a kampány régi amerikai képregények színvonalát nézi, a gonosz ellenfél már majdnem győz, de jön Superman, és megmenti Magyarország Európát az emberiséget. A kormányzat beleragadva a kopott sémába, akár kérdeznek a választára szó, bevándorlás soros Brüsszel. A nemzetközi migráció propaganda célú hamis beállítása eltereli a figyelmet a valódi folyamatokról, zülleszti az országot és csökkenti védelmi képességeit. Szögezzük le, Magyarország nem bevándorló ország. Nálunk átvonuló migráció történt, eddig egyetlen nagy hullám 2015-ben, szabálytalan, ellenőrizetlen tartalmatépéssel. Lehetőződik a terminológia, az illegális bevándorló, az illegal immigrant egyenesen tudósában. Ott van a kérdés. Ide az a tapasztalhattuk, hogy a messziről jött vándorok akkor gurultak méregbe, ha feltartóztatták őket, és nem mehettek tovább Ausztria és Németország felé. Nem sokan akadtak Magyarországon valami. A fizetések alacsonyak, a nyelv nehéz, a hatóságok barátságtalan. Ha már sikerült életünk kockáztatására Európáig eljutniük, akkor jó helyekre vágynak, oda, ahol egyébként a magyarok is. Aki pedig kérelmet küldött be, az már nem illegális, hanem elég. A 2015-ös forgatagban a hirtelen megterhelésé alatt az EU is megszabadult. A bizottság nem számolta a belépő, tranzit és célországok helyzete közötti lényeges különbségekkel. A menekültek kvóta szerinti elosztásának ötlete politikai hiba volt, mert hiányzott egyes tagállamok támogatása és ütközött a menedékkérők szándékaival. Újabb javaslatok, a tengeri és szárazföldi határőrizet közös erősítése, vagy a migráció forrásországaival együttműködés, közös célokat szolgálnak, ám a magyar kormány ezeket is igyekszik akadályozni. Magyarországon nyomtalanul eltűntek a migránsok, de a mesterségesen szított félelem és gyűlölködés belül maga. És miért kezdi a lelkéhez? A kormány kontrollja a migrációs veszélyt, akik vitatkoznak vele hajlamosak éppen ezért lebecsülni. Most nincs migrációs nyomás előtt. 2010 óta töredékére esett vissza, de fel vagyunk egy készített biztonságos, ugyanakkor humánus cselekvése, ha egy valódi erős menekült
hullám érje Európa közötti. Mit ér a magyar államhatár alig 10%-án drága pénzen felhúzott kettős? Ausztriában és Németországban sokkal többet tudnak a teendőkről, mint idehaza, ahol a kormány művélte szöges zsóttal és újbottal is kezelhető a probléma. Tanulunk-e tőlük? Magyarországon a kormány nem tárgyal a választópolgárokkal és az őket képviselő különböző szervezetekkel, tehát a politikai cselekvés figyelmen kívül hagyja a társadalmi igényeit és érdekeit. A dialógus, mint műfaj, képletés óta kiveszett a magyar politikai életből, a kormány helyett még itthon beszélgetni az állampolgárokkal és szervezeteikkel, a globus túlfelén élő választási klub politikai potencia növelő recettjeiben. A postaládákban csempészett kérdőileg odakészített gyermeknek válaszaikra köszönő viszonyban sincsenek az igazi politikai konzultációk, amit élő szóval szemtől szembe szokás. Nincs párbeszéd a munkaadók és munkavállalók szervezetével, a szakmai szövetségekkel, az orvosoktól és ápolóktól, a pedagógusokig, egyetemistákkal, kutatóintézetekkel, katonákkal, rendőrökkel, tűzoltókkal, vasutasokkal, súlyosan sérült az egyetemi autonómia, a kormány csavaros feltételükkel utálta el Budapestről az amerikai magyar CEU-t, így a konzulkurzusok Bécsbe települnek, orosz mintára mosszálja meg a tudományos kutatás szuverén területét, idén már nem utalták az akadémiának a támogatást, a kutatóintézeti hálózatot is hatalmi szóval akarja átszolni. Hogy érzik magukat ezek után a magyarok? A megosztott és manipulálhatott társadalom nehezen ébred rá, hogy becsapják és kifosztják. De az embereknek lassan kezd elengedni az átmenetben. Bátorosak az ellenzéki akciók, azonban a politikai változáshoz még nem elegedtek. A társadalom nyilvánvalóan nem erről álmodott, mégis megadóan viselte a demokrácia és vele együtt a közvetlen elmondásának mindmilyen fokozatait. A korrupcióhoz hangulatot kell, de nem így többszer az embereket. A kormány egy vakon hívő, kemény mag továbbra is támogatja, de fogy a bázis és látványosan romlik a kormányzó csapat tisztelet a kevés kivételre. Hát még ez is elegendő, hogy a torz választás törvény és a média segítségével hosszabb ideig fennakcsolat. A potenciális sorozatok tekintetében az ellenzék az erősebb, jobb többség, s kandálták a Kossuth élen, kérdés, de élve. Új vonások gazdagítják az ellenzéki politizálást, és fiatalok ébrednek rá, mekkora fogánságot a körülbelül zajlik. A rendszerváltás eszmére már nem emlékezhetnek, de felismerték, hogy a jövőjük forró hozták. Az ellenzéki pártok is hajlandók szóba állni egymással. Stratégiai célt látják ki már, és nem a politikai különbségeket ugyanazok, akik egy éve még semmiféle együttműködésre nem voltak hajlandók tárgyalni. A parlamentben új kitörési pontokat találnak a megalázó színjátékból, az utcán közös akciókat szerveznek. Az Audinál keresen végződött az első nagy sztrájk, amely már nyugati szervezési minőségről tapsol. Ahhoz, hogy a rossz közéletből politikai változással jöjjön, akik cselekvésre szükség, el kellene szavazni, ez a pártoknak és szakszervezeteknek is fel kell nőni a feladatot. Az aktuális kérdéseket friss válaszokat adni, és új dinamikusokat cserélni a megfáradt harcosokat. Legfőképpen egymásnak kell karolni, amennyire csak lehet, mert a válaszok erős és egységes felépést támogatnak. Ilyen háttérrel különösen fontos az idei két választás Magyarország. A májusi EP választás számunkra a kelet és a nyugat közötti útelágazásról szól. Az Európa parlamenti pozíció befolyásolja a pártok nemzetközi támogatottságát, így áttételesen hazai hatalmi következményei is lehetnek. A Fidesz kampányát egyetlen tényleg megbígézni bevándorlás, egy torz fekete-fehér képet mutat, vannak vándorlás pártiak és vagyunk mi. Azt reméli, hogy ezzel nyerni fog, az eredmény részvételen is múlik. 5 évvel ezelőtt
ezelőtt a választópolgárok 29%-a mentsenek szavazni, és a Fidesz 51%-ot kapott. Az ellenzék várhatóan nem fog lista szinten összeállni, mert vannak ellenható érdekek. Az EP választás is alkalom a pártoknak az önálló megméletetése, néhány pártnak most éppen szüksége van. A pártlisták, a lépés pártok belső rangsorát tesztelik, végül a kevés nyerő helyén pedig mutat a versenyfutás. A választókat a párt szimpátia vezeti, de ilyenkor könnyebben szavaznak a második kedvence vagy feltörekvő új pártokra, és friss, fiatal listavezető arcoknak bizonyosan nagyobb az esélye. Az Európai Néppárt osztalatai a Fidesz, ez 27 tagállamból 48 pártot többet elég van, van 219 képviselője, ebben a felállásban a Fidesz 12 plusz a két LMP-hez és egy magyar koalíció pártja, 15 fő már számít. Ezért volt különös Orbánnak szemben, mérsékelt jobboldali politikusok, holott ő hírhet szélsőjű figurát, Szalvini, mások politikai szótárát használja, társaságát keresi és stratégiájukat követ. Ha megtartja, hogy nem még növelés az EP képviselők számát, akkor megpróbálhat a hasonszőkkel összeállni, vagy a továbbra is élvezik az eltelen évőeljött alémát. Az őszi önkormányzati választások jó alkalmat kínálnak a pártnak koordinált fellépésére és a hatalom pozícióinak megigazására. Itt már van esély az összefogásra. A helyi ügyek megoldásában könnyebb egyetértésre jutni, mint országos vagy ideológiai kérdésekben. Budapest és több nagyváros két stratégia a helyi és az országos meccés pontján helyezkedik el, a politika is megütközik. Ennek az összecsapásnak politikai az Orbán rendszer minden politikai eszközt bevett, hogy a hatalmat és a zsákmányt megtartsa, a páncélzatán nincs rés, de egyetlen banánkívül is elcsúszhat. Tüntetések vagy sztrájkokon még nem lesz hatalomváltás, morális tekintetben azonban a rendszer megbukott. A kormányzati szerkezet, amely minden egyetlen hatalmi centrumból vezényel, működésképtelen a kriktől, ahol a hazugság és haszonszerzés leszüleszti a társadalmat, kívülbelül nő a progresszivitás. A rezsim most diktatórikus üzemmódba vált át, hogy az kisebb megbízva. A Fidesz vezeték már csak a saját táboroknak beszélnek, eddig nekik sem mondtak újat, meglátjuk Orbánból. A kegyvesztett Simicska nem is sejt, hogy obszén ítéletéből politikai jelszó válik. Egy gép könnyen rajzolható hóba, plakátra, kényekre. A mondott frappáns, de halvári. Ides ügyet nagyon beszél. Nos, nézzük a külpolitikát ennél sokkal rövidebben. A fő kérdés számunkra mindig az, hogy milyen mozgástere van Magyarországnak a nemzetközi pályán, és hogyan érve. Ma a magyar politika közös nemzetközi lépések akadályozásából próbál pozíciót kiküldeni, de mind gyakrabban marad egyet. Erős és megbízható támogatók helyett gyakorlatnál kell találkozni. Van egy geopolitikai helyzetünk az európai szárazok közepén. Ebben a méretkategóriában és meghatározottságban a legfontosabb nagy és erős szövetségesek támasza. Ehelyett a magyar külpolitika fordítva a dolgot, a barátainkkal egy közös konfliktusban áll. A szövetségi rendszer előnyét, védelmet, pénzt, piacot elfogadja, de a kormányokat itt a köső tudatosan veszi. Ezzel a saját rendszerünkkel dolgozni. Ugyanakkor a mi közösségünkkel versenyünk, sőt az omlasztó államokkal és vezetőikkel neki kapcsolatokat ápol. A népsor ismerünk is egyre hosszabb, Erdogan, Bolsonaro, Putin, Ruevski, Lukács,
Lukasenko, Aliyev, Nazarbajev, Berni Mohamedov és így tovább. Magyarország nemzetközi szerepét sem nyersanyagként, sem katonai erőt nem támasztja alá, maradt mint úgy. Diplomáciai tudás, jó példa és kapcsolatok segítségével hozzájárul tágabb közösségek problémáinak hozzásához, és így szerezni vagy útját állni annak, hogy mások megoldják a problémáikat, és a zsaroló pozícióból építeni állásokat. A mostani kormány második úton jár, közismert régó játékos, az EU-ban éppen az EU arafrika közös közlemény akadályozza, a NATO-ban Ukrajna közeledésének által ugye az ENSZ-ben a migrációs kedvezmény fúrja. Ez rövid, tágú stratégia és könnyen viszont kivált, ha a kötözködőnek nincsenek társadalmi. Idén az Európai Unió fő intézményei megújulnak, fontos stratégiai döntések és események, azért kell nagyon figyelni, mert Magyarországnak az EU-tagsághoz képest nincs reális alternatívája. Az EU nyilvánvalóan terjeszkedett, 27 ország mindegy 20 ágazatban próbál együttműködni, az expanzió elért a korlátait, a csúcs teljesítmények, az Euró, Schengen közös külpolitika, befejezetten könnyű szerkezetes konstrukciók, amelyek válsághelyzetek erősen próbára tettek. És keletkezett két szakadás, nem is akárhol. A kilépésről tárgyal az az Egyesült Királyság, amely annak elsőnek csatlakozott az alapítókhoz, és letért a konstruktív együttműködés után Magyarország és Lengyelország, amely a keleti bővítést vezeti. Az egész építmény valószínűleg kevesebb közös célt visznek végig azok, akik valóban akarják. Választási év is van, milyen politikai átrendeződés várható. Az Európai Parlamentben a szélső jobb pártok, amelyeknek a Fidesz is fújja a pontáját, valószínűleg több mandátum szereznek és hangosabbak lesznek, de a nagy pártcsaládokat alig ha fogják meg. Az Európai Uniót egyébként a tanács vezeti, ahol a tagállamok képviselői ülnek körbe, szélsőjobb párt ide akkor éppen a kormány. Az Európai Bizottság ősszel alakult újjá, Juncker utóda az parlament legnagyobb pártcsaládjából kerül ki, van jelölt is véve, de nem biztos, hogy személy szerint összedem. A bizottság politikai összetétel egyébként már most látható, a nyáron hivatalban lévő kormányok jelölnek egy-egy személyt, a következő 5 évre elvesség, vagy a biztos bocsájtászat. Folynak a szűrzavaros Brexit tárgyalások, és vele párhuzamosan, ami számunkra még sokkal fontosabb, az új uniós költségvetés. 3 gyökeres változás körülhatározott. Az EU-tól nyerhető támogatás a pénzeket pocsékoló periféria helyett inkább a centrum versenyképességét és biztonságát fogja szolgálni. A második, a visszanemtérítő adományoknak valószínűleg vége, helyükben új finanszírozási formák lépnek, banki eszközökkel kombinál, nyomon követhető politikát. Végül valamilyen feltételesség is megfogalmazódik, a jogállamiság és a támogatások között nehéz lesz közvetlenül venni, de az uniós pénzek elköltésének átláthatósága bizonyos része is feltételez az új rendszer. Mindeközben a globális világrend is átalakul, bomlik a korábbi kétpólus rendszer, Magyarország egy egyes európai csapat részeként építhetne a sugarú kapcsolatokat. A több korúsú világon kialakulóval ez a lép a rendszeren, és kérdőnek ő nagy gazdaságok és újabb adókatak is szót kérnek. Ma még ülekednek a jó pozíciókért, kérdés és erőpróbák fegyveres konfliktusokat vezetnek, vagy tárgyaló asztalhoz fognak ülni, és Magyarország érdekében kifogják megkérdéseket. Szólni kell néhány szót, külpolitikán sajátos és legérzékenyebb területéről is a szomszédok köre, ahol megkerülhetetlen kérdés a nemzeti kisebbségek egyszerűen.
Ez messze túl a hagyományos diplomáciát. Játék terén sokféle közvetlen kapcsolat fűz össze, az ilyen viszonyt hosszú távra kell mindig építeni. Az Orbán kormányzó azért szereti, vagy sem a szomszédos államok kormányát, egy éppen ilyen pár százhoz tűzik a forgandó szín. Ez károsodott én magyarok számára is. Magyar kisebbségek sorsa a többségi nemzetek kezében van. Az egyik legfontosabb, hogy a nemzeti identitás megtartása és szabad viselése. A magyar útlevél tetszetős ajándék a Kárpát-alján a felvidéken, Ámintiába, a ott tilos nyilvánosan előtt. Budapesti kormány nem az lenne a feladata, hogy az útlevélbe csúsztatott szavazati joggal önmagát erősítse, hanem hogy nyílt sisakkal szálljon sorozatóba a kettős állampolgárság legalizálásai, vagy ha ennek nincsenek meg a feltételei, akkor a magyar nyelvi, kulturális és politikai identitás minél szabadabb gyakorlásai. Hordalma Magyarország és milyen a viszonyok jövője ezzel zárnál? Ezt a látletet három évtizednyi útkeresés után nehéz kimondani. A rendszerváltás nem sikerült. A hamarjában felhúzott plurális politikai rendszer és a nyugati modellt utánzott piacgazdaság itthon nem működik. A rendszerváltás fordulat 89-ben történt, a folyamat jól indult, de az utóbbi években kiderült, hogy a demokratikus intézményeket egy szűk csoport könnyen él megváltoztatja, a politikai részérdek erősebb a normáknál, az alkotmány képléke hossza, nem beszélve az országgyűlés vagy az alkotmánybíróság szerepére. Mindegyik kisajátítható, tagjai könnyen cserélhető, működésük kívülről irányított. A polgári szabadságjogok eltiporható, a gyengén szervezett civil társadalom lényegében. A politikai pártok folyamatosan átalakulnak, születnek és eltűnnek, meghasadnak és egyesülnek a választók kóvárjuk között. A gazdaságban nem a nyilvános verseny nyitott a tehetségek is mindenkinek, hanem politikai pozíciók és röffeltések határozzák meg ki a győztet. A fejlett világhoz való felzárkodás meredek útján az ország ismét visszacsúszott. A magyar valóság nem a centrumhoz közeli, hanem a periféria jegyeit hordozza, leginkább a posztszovjet, illetve posztjugoszláv országok helyzetéhez és hangulatához kezd hasonlítani. A hajdan élharcos Magyarország ma kaputójás az EU-ban, önmagát tehetett hozzám. A külkapcsolatokban is visszatükröződik két nagy feldolgozatlan magyar trauma, ami terhelje a közgondolkodást és akadályozza a politikai cselekvést, az egyik a trianoni sebek, a másik a Lépés-Kurbános kettősség. Amíg a múltunkat nem tudjuk palmérozott módon kibeszélni, és Magyarország képét kulcsolódó érzelmek helyett tényekből kirakni, amíg a felelősséget másra kenjük, és ártatlanban próbálunk magyarázkodni, addig a rendszer lelkiismerete nem fog megtisztulni. Magyarországon a napi politika a nyílt vagy kódolt illetetizmusból gyorsan ható szert képes gyártani, történelmi fájdalmat csökkentve nem fokozva, csikar ki szakaszokat, pedig a körülmények jók lennének a szomszédokkal való megbékélésre, némelyekkel csöndben megkötöttük a békét, már nem jó történelmi ütközeteket, de kölcsönösen akadna még megbeszélni való a román, szerb, szlovák és ukrán. A lényeges urbánus szertemállás régi belső hasadás, 56-tól kegyetlen rendszerváltás órája, az örökösök ma is két táborban gyülekeznek, egymással nem szívesen állnak szóba, tulajdonképpen a magyarok önmagukkal néznek. Farkas szemet, az egyik oldal kiteszelik a nemzetet védi, a másik a progresszió szorgalmatnál szólom, haza és haladás nem elejtéte egymásnak. Lehet, hogy éppen Orbán rendszer segít összehozni a nemzetgyűlését. És befejezésül a hazai közgondolkodásból fájóan hiányzik valami, és ez a jövőkép.
három pillére érdemes alkoznom, de ehhez politikai biztonság is kell. Az első, az Európai Centrumban a stratégiai döntéseket hozó Európa vezetve való gazdasági és politikai betonozódás. A második, legfőbb erőforrásunk a kreatív gondolkodás támogatása, hasznosítva a kiemelkedő hazai tudást és teljesítéseket. A harmadik, a múltat és a jövőt jól ötvöző, Bukarestől közeli vállalható új magyar identitás és öntudat felépítése. A kormányzat a görcsös hatalomfértéstől vezettetve ma mindhárom tekintetben az ellenkező irányba tört. Távolodik Európa Centrumától, lemutítja, megfélemlíti a társadalmat, előzi a kreativitást, végül zavaros és anakronisztikus identitást táplál, amely ketté a sikert országot és a fontos partnerek többségét is szetszenek. A majd megszületnek és érvényesülnek korrekt versenyszabályok a politikában és a társaságban, akkor következhet a hosszabb távú gondolkodás, addig folytatódik a bröknösödés, pozíciószerzés, a kiszorítás. Úgy tűnik, a páciens